Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális jóslás gyertya mágiával. Az energiát a videó végén majd közvetítem, és elmondom azt is, hogy mit jelent ez a kék színű gyertya, ez a gyertya mágia. De először nézzük meg a képeket. Itt ez a ház utal az otthonodra, a környezetedre, a szülői házra vagy a családra. Itt látható ez a torony, ez lehet egy nagyváros is, hogy ott élsz, vagy költözködni szeretnél. Ez a torony jelenti azt is, hogy fogva érzed magadat, és keresel egy kiútat, keresel egy megoldást, vagy a lelki társad keres egy kiútat. Amit a torony még jelenthet, hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy. Te visszahúzódó vagy jelenleg, és átgondolod azt, hogy mi vagy kiad erőt számodra. Ez lehet a természet, ez lehet a házi állat, vagy elgondolkodsz azon, hogy ki kísérjen el téged az élet utadon. Itt valami tisztázódik, vagy megvan nálad ez az igény, hogy tisztázz bizonyos dolgokat, hiszen szeretnéd, ha kisütne a nap, ha kiderülne az igazság, ha látnád azt, hogy mi a valóság, különösen ami a szerelmi életet illeti. Itt középen megjelenik ez a varázsló, segít abban, hogy megvalósítsd a terveidet, vagy megvan ez a varázslatos kisugárzás, ez a vonzalom kettőtök között. És most bepillantunk a mélybe. Itt látható egy szomorú hír, és ez a katonatiszt. Ez lehet egy hivatalos dolog, hogy itt a toronyból, tehát a bíróságtól, vagy a hivatalból jön egy rossz hír. Ez lehet egy számla is. Az is előfordulhat, hogy valakit parancsolgat neked, és ez elszomorít téged. Ezért gondolkozol el azon, ki kísérjen el téged az élet utadon, és kitől kellene eltávolodni. Itt van még egy kis szomorúság. Ez lehet, hogy ez a rossz hír váltja ki ezt nálad, vagy nála. De ami a szerelmi ügyeket illeti, itt jól alakulnak a dolgok, hiszen szerencsét hoz ez a kártya a szerelmi élet területén. Itt látható ez a kulcs. Ez jelenti azt, hogy légy magabiztos. De légy abban is biztos, hogy a háttérben van egy hamis nő. Vagy a te környezetedben, ez lehet egy barátnő, vagy kolléganő, vagy valaki a családból, de valaki hazudik neked, becsap téged. Itt látható ez a hamisság. Ez a hamis nő lehet az ő környezetében is, hogy neki kellene óvatosnak lennie, és ezt a kulcsot kézbe kellene venni, lezárni ezeket a hamisságokat, lezárni ezt a hamis kapcsolatot. Itt tisztázódik valami, ami az otthonodat illeti, vagy a családot, és itt lesz egy szerződés, vagy egy jó hír. Kezdetben látható ez a szomorú hír. Itt vannak még gondok a családot illetően, vagy egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, de szerencsére itt tisztázódik valami, változik a helyzet, és beköszönt egy jó hír. Tehát van megoldás.
Itt is látható, hogy tisztázódik valami, hiszen itt is a lilium virágot látjuk ugyanúgy, mint ezen a képen, és az udalatisztaságra, az ártatlanságra, de jelenti a szexuális témákat, vagy kapcsolatokat is. Lehet, hogy így a szerelmi élet területén lesz ez a vonzalom, és ilyen szándékokkal közeledik hozzád, de ez a férfi jó indulatú, meg jó módú, tehát segíteni fog neked. Ő még így figyeli az eseményeket, ki hogy játszik a környezetében, és utána hoz majd döntéseket. Itt közeledik valaki hozzád, ez ad számodra életerőt. Itt ez a kártya mindent jelent, ami mozog. Előre mennek az események, lesznek változások, lesz közeledés, lehet egy kiruccanás, vagy lehet egy autó is. De mindez kihat az élet erődre, és kihat a szerelemre. Ez a kártya kiugrott, tehát eltűnik. Én úgy szoktam ezt megmagyarázni, ha kiesik egy kártya, akkor az szeretne eltávolodni. És itt egy nőről van szó, hiszen ez a kígyó szimbolizál egy hölgyet. Tehát ez a nő, és ez lehet ez a hamis nő is, aki itt is megjelenik, el fog távolodni. És itt a mágikus segít ebben a hivatalos dologban, és ez a gyermek jelenti az ártatlanságot, jelenti azt is, hogy itt lesz egy új kezdet, újdonságok várhatóak. És most áttérek a gyertya mágiára és ennek a hatására. Érezd ezt az energiamezőt. Ez a kék színű gyertya utal a kommunikációra. Amikor szeretnél valakivel beszélni, tisztázni, valamit vársz egy hírre. És ez a gyertya mágia, ez az energia segít abban, hogy ez a hír megérkezzen. Itt látható ez a levél. Azt is jelenti, hogy meg lesz most az a lehetőség, hogy beszélj vele, hogy tisztázz vele valamit. Amit a kék színű gyertya, ez a gyertya mágia még jelent, az égi hatalom, vagy az érzelmek, a belső hangod, az intuíciód, és e szerint cselekedj. És érezd ennek az energiának az erejét, hiszen ez segít abban, hogy legyen beszélgetés, hogy tudjatok tisztázni valamit. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!